azért feljebb húzom az ablakot. A franc tudja, hogy mennyire megy be a hang. Igyekszem azért hangosan beszélni. De amúgy valóban, amikor Suzuki-ban így csináltam a videót, nem volt annyira zajos. Én zajosabbra számítottam. Melyikkel jobb nekem személy szerint dolgozni, a Suzuki-val vagy a Forddal? Hát a Suzuki-val, hogy mondjam, kicsit... ez kicsit fürgébb olyan szempontból, hogy ezt ugye nyilván kevésbé kímélem a Fordnál. Azt az autót jobban kímélem, sokkal kényelmesebb azzal. Parkolás szempontjából ez a zóna nem vészes, ugye ezt már korábban mondtam. Nem rossz azzal se, ezt erre találták ki, és igazából az elején fura volt, hogy nekem régen volt Suzuki-n, de hogy gyakorlatilag annyira nem érzem, hogy egy kaszniban ülök. Tehát így a Fordhoz képest, ugye, amiben azért sokkal inkább mondhatjuk azt, hogy van anyag. Itt leengedem a két ablakot, szép nagy ablakok vannak egyébként itt. Ha leengedem a két ablakot, frankon olyan érzésem van, mint hogy egy kábrióban ülnék. Tehát, vagy mondjuk egy robogon. Mert frankon nem érzem azt, hogy lenne körülöttem így anyag. Egyelőre nem kaptunk amúgy címet. 11 óra van. Most már azért be kéne indulni, nem tudom, azt sem tudom, hogy ma hányan leszünk, mert ugye a műszak kiírások, ez változó, hétvégén délutára több műszakot szoktak kiírni, mint mondjuk délelőtre, tehát a délelőtet azt a netpincér is úgy gondolja, hogy az abszolút nem vészes. Hát majd kiderül. Hát most itt ez a két és fél óra alatt arra azért ne számítsunk, hogy 8-at elviszünk, mint múltkor. Azt mondom 5 vagy 6. Még az se annyira szar, mihez képest, de ugye délután meg egy 5 órás műszakra jövök. Tehát ott azért már, ott azért az 5 meg 5-6 az kifejezetten szarnak fog számítani. Na, hát most egy olyan helyre megyünk, második és harmadik címünket is megkaptuk, ez egy dupla kiszállítás lesz, egy cukrászdából. Még nem voltam úgy, hogy már nekem ahhoz is GPS kell, hogy oda találjak. Az utcát azt ismerem, ahol van, de most így házszám ügyileg nem nagyon tudtam elhelyezni. Nem voltam még ott, kollégák voltak ott, és kérdés, hogy mennyire lesz gyors. Miket viszünk? Két francia krémes, egy boszorkánysarok, egy rákóczi turós, egy puncstorta szelet és egy kókuszgolyó. A másiknak 3 kókuszgolyó, 3 rákóczi turós és egy almás rétes lesz a történet. Hát kíváncsi leszek, hogy ez mennyire lesz meg. Voltam már cukrászdában ebben a zónában, de az hamar megvolt. Ez egy másik hely. Ebben még nem voltam, úgyhogy valakik nagyon édes szájúak, főleg az első, ő azért elég sokat rendelt. Na hát ilyenkor van az, gyerekek, hogy az ember úgy érzi frankon, hogy rommát dolgozta magát. Ugyanis odaértem a cukrászdához, és ki van írva, hogy felújítás miatt zárva, nyitás 2021. szeptember. Senki nincs bent, semmi. Írtam a diszpécsernek, hogy hát most akkor ilyenkor mi van, mert zárva van, és törölték a címet, mind a kettőt, ugye ez dupla lett volna, törölték, de hogy hát nincsen nyitva a vendéglő, illetve a jelen esetben cukrászda, és ilyenkor, mivel már ott voltam, ezért jár a címpénz. Azt nem tudom, hogy az UTR-be beleszámít-e, mert ilyenkor az applikáció ezt ugye az elszámolás részben látod, hogy megkapod a pénzt, viszont a napi előzményekben nem látod. És nem tudom, hogy mi alapján számolja az UTR-t, hogy ez most beleszámít-e abba vagy sem, azt nem tudom. Az a lényeg, hogy gyakorlatilag ugye így két cím, így kerestünk pénzt most, 1200 forintot, úgyhogy nem is kellett elszállítanunk semmit. De cserébe már meg is kaptam a következőt, egy McDonald's-os rendelést, úgyhogy megyek is oda. Úgyhogy ez volt igazából a második és harmadik cím. És akkor most megyek a negyedikért. Na, akkor elkezdjük a McDonald's-os kaját kiszállítani, jó messzire kell vinni. Tehát nagyjából ugyanoda kell visszavinnem, ahol az a cukrászda volt. Tök jó. Aztán még visszatérve erre az egész, hogy ilyenkor mit kell csinálni, legalábbis én mit csináltam.
láttam, hogy ott zárva minden, írtam a diszpécsernek, küldtem neki képet, mert van-e a diszpécseres chat funkcióban egy ilyen lehetőség, hogy tudsz képet küldeni, tehát hogyha valamivel kapcsolatban valami bizonyítékot kell küldeni. Én ezt lefotóztam neki, elküldtem, hogy hát na, van egy kis gebasz, utána nézett, és akkor eltüntette, törölte a rendelést, és akkor így ilyenkor a címpénz az jár, mivel már ott voltam. Viszont van az, amikor kapsz egy éttermet jó messze, tehát hogyha mondjuk akkor lett volna törölve ez a rendelés, amikor kigurulok innen a Meki parkolóból, akkor nem járt volna a címpénz, mert még messze vagyok az étteremtől. És hogy akkor törli, vissza a Mekihez, és akkor volt már olyan, ültem a kocsiban, kaptam egy McDonald's-os címet, nem mondom, akkor bemegyek érte, ahogy elkezdek befele sétálni, törölve lett. Mondom, ilyen komi van, mert az volt az első jel, amikor töröltek rendelést, és írta a dispatcher, hogy az törölve lett, és hogy kérdeztem, hogy akkor most ilyenkor a címpénz az jár, és mondja, hogy mivel a nem tudom hány méteres körzetében voltam az étteremnek, hát gyakorlatilag a Bekinek a parkolójában ültem a kocsiban, ezért jár a címpénz, ha király. Tehát akkor gyakorlatilag úgy kerestem pénzt akkor, hogy el se kellett indulni. Na, ez is megvolt, még sincs este, ahogy tartja a mondás, és megyünk vissza a McDonald's-be a következő rendelésért. Akkor hát most itt az applikáció szerint ugye ez volt a második, de amúgy meg a negyedik. Az ötödikért megyünk, és még van, még viszonylag sok van hátra a munkaidőben, még körülbelül másfél óra. Tehát még akár az is lehet, hogy a sima előzmények szerint is meg lesz. Hát az a hat körülbelül, amire satszoltam, vagy amire vártam. Nem volt annyira bonyolult ezt megtalálni, mert tökéletes leírást adtak, hogy hogyan találok oda. Ott volt az utca, de oda volt írva alá, hogy nem abból az utcából, hanem a másik utcából nyílik. Hanyas kaput csengő, meg ilyesmi, az ilyet szeretjük. Amikor így faszán le van írva, hogy hogyan találok oda. Úgyhogy megyünk most a következőjét, kezd egyre melegebb lenni. De legalább délután, ugye 4-re jövünk vissza, akkor hát kb. Egy olyan órát, másfél órát kell még a hőségben kibekkelni, ezt utána talán már úgyis lejjebb megy a hőmérséklet. Holnap meg ugye ebédöntő. Az ebédöntő ideje alatt nem fogok dolgozni. Még az nem valószínű egyébként, hogy együtt fogjuk nézni, mert én nem tudom, én a magyar vonatkozású meccsek, akkor tudom igazán átélni a szurkolást, mert most megnéznék egy angol-olaszt. Én ugye ott az olaszoknak szurkolok, sokan lennének ugye úgy, hogy az angoloknak szurkolnak. Én nem tudom ezt nézni, és az a helyzet, hogy na mindegy, szóval az a lényeg, hogy nem tudnék úgy tudjon tiszta erőből örülni, még az olasz sikernek se. A magyarok sikereinek tudok örülni, a többi meg lófasz. Úgyhogy azt valószínűleg majd inkább társaságban fogom nézni, és ennyi. Kipróbálok egy ilyen nagy izét, kivetítőset, lehet, hogy elmegyünk valahova, és akkor ott megnézzük majd, tudjátok, ez a nagy kivetítő. Amit mondtam ugyan, hogy annyira nem szeretem, de hát most megnézzük, meglátjuk, hogy milyen lesz, milyen élmény lesz. Úgyhogy menjünk most vissza a McDonald's-ba. Alatta még egyelőre semmi, csak az a baj, hogy így kurva lassú lesz az egész, mert előttem van egy teherautó, megpakolva minden szarral, és hát 35-tel megyünk. Megelőzni egyelőre nem tudom. El van cseszve ez a... Ja, ha már elcseszett napok, akkor a tegnapi napomat az ilyen szempontból katasztrófa volt. Sikerült 8 címet kivinni 2 óra 45 perc alatt, nem ezzel volt a probléma, csak az összes szivatós címet sikerült megkapnom. Ja, már tudunk előzni? Ó, már tudunk előzni, nem is figyeltem, így mögöttem lévő már előzött is. Az összes szivatós címet megkaptam tegnap, ráadásul utána egy sorompót is kaptam, egy ilyen vasúti átjárónál, utána
vasúti átjáró előtt volt egy kereszteződés, ott nem működtek a lámpák, BKV busz keresztbe állt, se előre, se hátra, senki. Ráadásul tegnap a tranzittal voltam, tehát még ilyen szempontból is, tehát nem voltam túl, hogy mondjam, nem volt annyira fordulékony a Verda, szóval tegnapi nap az nagyon nem ment, ugye a délutános műszakomat azt le is adtam. Még lett volna egy 4 órás műszakom estére. Nagyjából azt hiszem talán olyasmi, mint ma. Nem, hamarabb végeztem volna, de mindegy. Szóval azt végül nem csináltam, mert úgy voltam vele, hogy kell egy kis pés. Jól is döntöttem valószínűleg, hogy elkezdett szakadni az eső. És utálok szakadó esőben dolgozni, mert ilyenkor van az. Ja, hát ilyenkor kedvencem az ilyenkor szakadó esőben, amikor ha megérkez a címre, becsöngetsz, vársz, és ilyenkor jó pár percet vársz, mert persze, tehát ez is ilyen Murphy törvény, hogy amikor eső van, akkor te már kint vársz a cím előtt, szakad rád az eső, mindenhonnan csurog rólad a víz, és akkor kijön a hölgy, egy ilyen kis kabátkában így kapucnit magára húzza, és akkor így csodálkozik, hogy jé, ennyire esik? De meg ott áll szarrázva, és annyit tudsz csak neki mondani, hogy igen, kezi csókolom, ennyire esik. Vicces. Na, menjünk a Vekibe. Na nem csak, hogy felvettük, már ki is raktuk ezt a Vekit, már nem kellett annyira messzire vinni. Olyan kulipintyó, hogy beszarsz. Tehát gyakorlatilag a aranyi, arra a házra hasonlított, mint amilyen az Arany életnek az első évadában volt, ahol Miklósék laktak, arra hasonlított nagyon. A pázsit az olyan volt a ház előtt, hogy a Puskás Aréna gyepmestere megirigyelni. Viszont ugye meg volt adva a házszám, 41-es, és odaérsz, és van 41/1, 41/2. Hívom a hölgyet, nem veszi fel. Hát én akkor 41/1-be becsöngetek, mert hát most miért ne, azt majd megmondják, hogy nem ők rendeltek, hanem a szomszéd. Nem jött ki senki, megint hívom, egyből felveszi a hölgy, rohanok, bocsi. És akkor mondja, hogy csak az édesanyjával beszél telefonon, és a gyereke szólt neki, hogy anya, jött valaki. Úgyhogy nagyon ne haragudjak, jó rendben, nagyon nem haragszom el egyébként ilyen miatt. Tehát mindegy. Nem kellett egyébként olyan sok időt elcseszni vele, tehát nem volt annyira vészes. Viszont mondtam neki, hogy csak ugye nem volt oda bejelölve 41/1 vagy per 2, azt mondja, hogy ugyanaz. Akkor rendben, akkor ugyanaz. Akkor most legalább ezt is tudom, hogy ugyanaz. Csak ugye ilyenkor inkább telefonálok, amit mondtam is már, hogy ilyenkor mindig azt csinálom, hogy telefonálok. Tehát hogyha valami nem egyértelmű, hogy a házszámoknál én egyből telefonálok, nem fogok keresgélni, meg ilyesmi. Most ugye mégis kellett, mint ahogy az látszik, de amúgy nem nagyon szoktam. Na, menjünk a következőért, megint egy McDonald's, és utána, ha jól látom, már egy másik McDonald's is rám van tervezve. Oké, beindult ez a dolog, ez már ugye, ha azt nézzük, akkor a 6. lesz, a előzmények szerint a 4. De hogyha az előzményekben össze tudunk hozni 6-ot, akkor az már nagyon király. Mert hogyha az útért az alapján számolja, akkor is baromi jók vagyunk. Mert ugye az előzményben itt azért nem láttam, mert elvileg törölt a cím, de ugye a elszámolásban meg látni fogom, hogy megkaptam azt a címpénzt. Úgyhogy megyünk a McDonald's-be ismételten, egy nem nagy rendelésért. Kis burgonya, kis majonéz, 2 spicy sertésburger, meg egy kicsike kis diptonkácska. Hát ez ilyen kis gyerek menü. Mikor mondjuk így sok a meló, ó, várj, ezt elcsesztelem, már kellett volna jönni. Igazából... Jó, meg tudunk itt fordulni, megfordulunk inkább. Ez nagy kitérő lesz. Marra behajtani tilosan, inkább itt megfordulunk. Menjünk vissza közben a McDonald's-ba, megint egy Meki. Amikor ilyen dög meleg van, akkor, és amikor így mondjuk sok a munka dög melegben, akkor próbálnék ugyanígy ilyen gépüzemmódba kapcsolni, de akkor nem megy. Az esti műszakokat ilyen szempontból jobban bírom, és talán jobban is telnek el, bár amikor
elkezdek dolgozni, mondjuk legyen egy ilyen 5 órás műszak, és azt veszem észre, hogy basszus, még csak 1 óra teltem, míg hátra van 4 óra. Akkor egy kicsit szoktam szenvedni, most ebből a műszakomból még 3/4 óra van. Itt sorompó van, de én nem fogok. Várjál, jön a vonat ráadásul. Hát akkor azt megvárjuk. Szerintem akkor ezt megvárjuk, addig eltolunk egy ájkoszt. Még úgyis idő lesz, mire akkor visszaérünk. Az étteremmel megkapta a rendelést, tehát mondjuk itt megjelenik nekem egy ilyen kis idő visszaszámláló, az azt jelenti, hogy hozzájuk már befutott a rendelés, mert ugye alapvetően a futár kapja meg hamarabb a rendelést. Ez valahol egyébként, vagy ha úgy nézzük, tök normális dolog, mert ugye itt gyors kajákról van szó, és a gyors kaját azt nem biztos, hogy úgy kéne megkapni az étteremnek, ahogy a futár, mert mi van, hogyha én mondjuk 20 perc múlva érek oda, és akkor az idő alatt kihűl a kaja. Vagy kicsit várunk. Elment a vonat, de úgy néz ki, jön egy másik. Megvárjuk. Leszarom. Nem sietünk. Mindig ezt az ablakot egy kicsit leengedjük. Motort leállítjuk. És pihizünk. Sztorizgatunk. 7000 forintos rendelésért megyünk. Szí Sebastian. Hú, ez ilyen garnéla rákos burger. Állítólag nagyon finom. Állítólag nagyon fincsi. Ó, már jön. Ott jön. Mögüllem jön. A vonat. De úgy mindig ez van. Tehát amikor az ember úgy sietne, akkor tudja, hogy kap egy sorompót. Itt. De most már szerintem mehetünk majd. Bezony mehetünk. Úgyhogy ezt egy kicsit feljebb, azt egy kicsit lejjebb, hogy akkor legyen majd valami kis keresztizé. Ugye azt mondtam, hogy klímás az autó, bár ugye én nem ragaszkodtam ehhez. Abszolút nem ragaszkodtam a klímához. Ó, köszi. Nagyon rendes vagy, hogy kiengedtél, bár inkább azt mondanám, hogy nem figyeltél erre, ebbe az irányba. De mindegy. Szóval egy klímás az autó, de a klímát azt nagyon-nagyon ritkán használom benne. Azt is mondtam az előbb. Ha nem lenne benne klíma, tökéletesen ellennék vele, ugye, ami nekem fontos volt, az az elektromos ablakemelő. És úgy nagyjából ennyi meg, hogy 5 ajtós legyen. Tehát, hogy ne itt mellettem legyen a táska, hanem ugye, amikor kiszállok, egyből ki tudjam hátulról kapni. Szóval, amikor mondjuk kapsz egy rendelést, ettnél a Mekinél állsz, és át kell menned a másik Mekibe, ami kb. 8 km-rel van arrébb, akkor nyilván a McDonald's nem akkor kapja meg a rendelést, amikor te, hanem ők akkor kapják meg, amikor te a GPS-ed szerint, vagy a GPS adatok szerint már a közelben vagy. De ettől függetlenül ott a másik helyen mindig rengeteget kell várni. Tökre bírom azt, amikor egy grand parkolóhely sincs a Mekinél, és már nagyon matekolva ott a mellette lévő benzinkúthoz kell beállni. Hozzáteszem, hogy most teljesen szabálytalanul, de hát amíg most itt beugrottam a kajáért, pont nem fog érdekelni a dolog. Állasol a McDrive-nál is. Hát igen, az emberek éhesek, ugyanakkor inkább kimozdulnak otthonról. Lehet, hogy elmennek ilyenkor valahova, és akkor útba ejtik a McDonald's-et, és akkor ők ott kajálgatnak egyet. Nem kegyes hozzánk amúgy a sors, ugyanis jó messzire kell ezt is vinni. És ha jól láttam, majd innen vagy onnan akar még visszarántani ide a rendszer. Még időben belefér, úgyhogy igazából nem probléma a dolog. És akkor azzal lesz meg, most ez lesz ugye a 7. cím, de mindegy, számoljunk 7-tel, tehát ugye azt a 2 cukrászdását is számoljuk bele, 7 címünk lesz most. És akkor szállítunk, mint állat. Na, hát ezt is kiraktuk, megyünk vissza a McDonald's-hoz. De milyen jó, hogy figyeltem, hogy nyilván alapvetően az ember az a GPS alapján közlekedik, vagy navigál. Na igen, tehát nem kellett volna megvárnod, amíg jövök, persze nem lett volna egyszerűbb, mindig. Szóval a GPS alapján navigálunk, de itt is ugye bejöttem az utcába, a házszám az 7/E volt,
És így mentem elő, oldalra pillantottam, és ott van a hétfere, a GPS-szel, meg még legalább egy 300 métert kellett volna előre menni. Úgyhogy valamikor az is el akar vinni egy rossz úton, téves úton, úgyhogy ezekre is oda kell figyelni. Itt most alatta már tervez nekem egy Burger King-et is, de én szerintem az már nem fog beleférni, mert 12 óra 48 perc van, 13-15-ig vagyunk, mire ezzel visszaérek, mire kiszállítom, az 13 óra, hát szerintem az már 13 óra 10 perc környékén lesz. Ha csak nem, ezt nagyon rövidre visszük. Tehát olyan még elő szokott fordulni, és ebből is így nagyjából ki tudod satszolni azt, hogy most például ugye azt nézzük, hát kevesebb, mint fél óra van a munkaidőből. Ezt most mire visszaérek a McDonald's-on, mire átveszem, mire visszaülök az autóba, mire kiviszem, nagyjából már egyébként tényleg le kellene, hogy teljen a munkaidő, még egy néhány perc van hátra, és ilyenkor már a rendszer egyébként nem nagyon szokott feladatot adni, max ha nagyon sok a rendelés. De lehet, hogy ezt nagyon rövidre visszük, tehát lehet, hogy csak egy pár száz métert kell vinni, az ugye hamar megvan, és akkor utána még a Burger King belefér. Hát kíváncsi leszek, most rám van tervezve. Megálltunk. Na, hát megindultunk, valószínűleg utolsó cím, ez egy Burger King, na szóval az volt, hogy felvettem ugye azt a McDonald's-ot, amire mondtam, hogy valószínűleg nem kell messzire vinni. Gyakorlatilag ide 300 méterre arrébb a bevásárló központba, a Pepco-ba kellett vinni. Nem is tűnt el onnan az a Burger King, már most felvettem azt és visszam el. Ez lesz az utolsó, és utána akkor húzok a vérbe haza. 13-15-ig tart a műszak, 13-18-ra érek oda. Természetesen ilyenkor ez mindig így van, tehát így a zóna végébe kell menni, hogy ne, nyilvánvaló. Ez ugye, amit ugye múltkor is mondtam, hogy véletlenül sem már hazafele irányba induljál, mert hát ugyan már. Jó, nyilván ez erről a rendszer nem tehet, csak hát ugye ez mindig így, aki ilyenkor imádom ezt a rendszert. Na, úgyhogy ennyi lett volna ez a műszak. Akinek bármi kérdése van egyébként, az nyugodtan kommentben felteheti. Örülnék is kérdéseknek, vagy hogy mi az, ami... Hát most mondanám azt, hogy mi az, amit szeretnétek ebben a videóban látni, csak ugye ezt az élet hozza, az élet adja ezeket a dolgokat, de... Ma is volt érdekesség, ugye az előzőben az, amikor problémázott az ember az ücsi miatt, most meg ugye ez a bezárt étterem, vagy cukrászda, jobban mondva. Úgyhogy ma is voltak izgalmak. A délutános műszakot azt nem fogom most felvenni, ez 5 óra, tehát az a kamerának az aksia se bírna, ha ennyit kéne felvenni. Úgyhogy azt nem. Viszont ha majd lesz ilyen rövidebb esti műszak, akkor majd azt mindenképpen, mert akkor legalább nem fogok kizzadni, mint kurva a templomban. Köszönöm szépen a figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!